Nagyon nagy tisztelettel köszöntök mindenkit, különösen az új feliratkozókat és a régieket is. Szóval, ma egy nagyon érdekesnek ígérkező kaja lesz, aminek ugye a címét már láttátok, még pontosan én sem tudom, most jelenleg. Az összetevők, tehát a gombócok összetevője fél kiló csirkemell és fél kiló nagyon apróra összedarált marhahús. Ezzel kezdünk. Amire ráborítunk egy pohárnyi kenyérmorzsát, egy pohárnyi parmezsán sajtot, kettő darab tojást, és várj, ez valahogy pillanat, és négy közepes gerezd, apróra vágott fokhagymát. Oké? Okay. Ráteszünk egy evőkanál, kettő, három és durván négy evőkanál szárított petrezselymet, és egy teáskanálnyi, jó teáskanálnyi fekete borsot. Ezen kívül sózzuk szintén egy olyan jó teáskanálnyit. Igen, átgondoljuk, mi kell még bele? Semmi. És ezt szépen jól megmosott kézzel át kell gyúrni. Nos, miután megtörtént a bekeverés, ugye ezzel a fagyi szedővel ugye egyforma adagokat kiszedegetünk, ide szépen sorba rakjuk őket. Nagyon egyszerű, és így biztos lehetsz benne, hogy ugye minden egyes gombóc egyforma méretű lesz. Most ez meg is van, ugye kicsit jól néz ki, nem? Mit gondoltok? Most annyi van még, hogy ugye vizes kézzel, teljesen vizes kézzel, szóval rendes golyókat formázunk belőlük, mivel hogy ugye ez csak félig gombóc, ugye mert nem lettek gömbölyük, amikor kiszeded. Nagyon jó tömörek, és így ugye ki kell kerekíteni őket. Következő lépés, hogy hevítünk kis olívát, és szépen ezeket a gombócokat ugye beletesszük, és amennyire lehet átpirítjuk, tehát teljesen körbe. Nem kell teljesen átsüljön, viszont a külseje egy kicsit meg kell, hogy keményedjen. Ugye meg kell kicsit pirítani, aztán majd a következő lépést mutatom. Már is meg lehet fordítani, mindegy melyik fele, csak lényeg, hogy kapjon egy kis pörköt, látjátok, mind itt körülbelül. Szóval addig fogjuk így pörgetni őket, amíg meg nem sülnek egy kicsit. Akkor gyönyörű, szép, nagyon jó illatú hús gombócok. Jó, még egy pici olíva. Szeretnélek benneteket rászoktatni az olívaolajra. Tudom, hogy a magyar konyha kicsit hadilábon áll vele, de azért most már hallom, hogy egyre többen használják. Jó, tehát ebbe a gyönyörű szép öntvén edénybe egy fej lilahagymát, nagyon apróra összevágva, meg fogunk dinsztelni egy kicsit. Közben mutatok nektek egy produkciót, gyerekek, mindjárt. Na, most nehogy beégjek. Ja, igen. Na, mit szóltok hozzá? Alakul a dolog?
Ha? Azért kis gyakorlás még kell. Én úgy érzem. Szóval... De... Sokkal jobban megy már most, mint amikor elkezdtem ezt az egészet. Szóval előbb-utóbb csak megtanulom, igaz? Na, még ezt magadon aztán... Tehát új betámasztás. Igen, csak itt meg kell álljak, amikor elérem azt a szintet, hogy a új hegyemet próbálom továbbítani az anyagot, amennyire csak ez lehetséges. Nem mindig sikerül, de viszont nem szeretném leújbegyezni magamat. A hüvelykujjat próbáltam hátra tenni, de akkor meg nem tudom nyomni. Szóval... Vagy túl mereven csinálom. Szóval... Így. Oké? Okay. Szóval belehúztam az apróra vágott paprikának egy részét, de most gyorsan itt cserekednem kell, mert nem akarom a hagymát megpirítani, csak dinsztelni, és ezért már is a 2 egész sárgarépa, 2 egész petrezselyem, és 2-3 zellerszár, ami nagyon apróra össze van vágva, rádobtam erre a dinsztelt hagymára, és együtt fogom most tovább dinszteni egy kicsit. Enyhén sózzuk, de csak enyhén. Nagyon enyhén. És ugyancsak enyhén megborsozzuk. Mivel, hogy kellett volna bele tegyek az elején 2 gerezd nagyon apra rágott fokhagymát, amiről sajnos megfeledkeztem, ezért most pótolom körülbelül annak megfelelően fokhagyma granulátummal, és ugyancsak átpirítjuk ezt is. Szóval Évit megkérdem, hogy szórjon ide egy jó evőkanálnyi lisztet. Jó, ezt átkeverjük. Ha egy kicsit oda lekapódik a liszt, az a semmi baj. Majd följön mindjárt. Jó, és egy nagyon kicsit átpirítjuk a lisztet is. És én már ide készítettem jó 2 liternyi húsleves lét, ugye, chicken stock, amivel ezt az egész anyagot fel fogjuk önteni. Alright? Jó néz ki, gyerekek? Szerintem nagyon jó néz ki. Amint forrás indult, teszünk bele egy jó pupos evőkanál petrezselyemet, és figyelj, ez 2 evőkanálnak felel meg, és még egye parmezsán sajtot. Ugye ez kicsit olyan döbbenetes? Hát gyerekek, ez nem magyar konyha, illetve hát most ez nem magyar étel. Ez a recept, mit csináljak? Így szól a recept. Oké? Okay. Sőt, fokozzuk a döbbenetet, 3 ilyen vékony, illetve egy nagy, vagy 2 közepes, vagy 3 vékony darabka szárított babérlevél el még. Ugye, megdúsítjuk ezt a levest, kicsit visszább veszem. Jó, kérem szépen, a gombócaim gyönyörűen pirulnak, azt hiszem ez így jó is lesz. És azonnal, egy pillanat. Jó, lezárjuk. Kérem, anélkül, hogy lecsurgatnám, illetve egy kicsit így lecsöpögtetem, és szépen átpakoljuk a bombázókat, bombereket, bomber, vagy hogy mondjuk ezt? Ha? Bomber? Tehát a gombócokat átrakjuk. Ha már félig, mutatnám úgy, hogy 2/3 átsült gombócokat áttesszük a levesbe. És teljesen át fogjuk főzni őket. Ugye, mert most még ez nincs készen. Alright. Akár le is lehet takarni most már. Na, most utolsó mozzanat. Ugye, hogy a kelkáposztának ezeket a durva, tehát ezeket a
ezeket a szigorúan zöld, többnyire a szigorúan zöld, ugye a külső leveleit én szépen átválogattam, átnéztem. Szóval ezeket föl fogjuk most darabolni apróra. Nem muszáj túl apróra, de azért ugye majd így, így körülbelül ebbe a formátumba. És ugyanúgy keresztbe is. Hát ilyen, mint a kockacukor méretű. Nos, miután ez megtörtént, ugye szépen beletesszük a levesbe ezt az apróra vágott kelkáposztát. Óvatosan ugye lenyomkodjuk. És addig főzzük, amíg a kelkáposzta fedő alatt, addig fogjuk főzni, amíg a kelkáposzta annyira meg nem puhul, hogy ehetővé válik. És akkor vagyunk készen, mert addigra ugye a gombócok, az összes zöldség, minden készen. Ezt most letakarom. Hát én úgy számolom, hogy egy olyan 20 perc. Nos, a levesünk elkészült, kérem. Tálalást röviden mutatnám. Egy kis tejföl. Mind a mellé, ugye lehet bele bármilyen tészta, én egy pár szem krumpli nudlit fogok használni, vagyis belerakni. Rizssel lehet enni esetleg. És még parmezsánt lehet rátenni, ha akarsz. I would like to change mine because I know I'm paying too much for that car right now. Így. Kérem ezennel a az American Stylish Meatball Soup elkészült. Na nézzük a kóstolást. Kicsit elosszuk a tejfölt rajta. Valószínű, hogy még nagyon-nagyon forró. Egyébként én már megkóstoltam. Rendkívül finom és jó ízű étel. Mondanom sem kell, hogy ezt ajánlom nektek kipróbálásra. Közben itt megjöttek a vendégeink, mármint a fiam, a család, felköszöntöttek. Hát az, az nincs benne a videóban most. Nagyon finom a gombol. Nagyon finom a gombóc. Nyilván, ha el fogod ezt készíteni, meg fogsz lepődni, hogy milyen, milyen jó összhatása van ez a, ez a parmezsán a töltelékben, meg mármint a húskeverékben. Meg fogsz döbbenni, hogy mennyire finom étel, és jó ízű, és kellemes. Hát ennyit, ennyit erről a levesről. És megyünk, még a tortát folytatjuk. Úgyhogy aztán meg megyek dolgozni. Na. Ennyit sikerült ma felrakjak, elkészítsek. Remélem tetszett a videó, nagyon ajánlom kipróbálásra. Köszönöm, hogy megnéztétek a filmet, és kellemes hétvégét kívánok továbbra is.